a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A tavaly elfogadott szakképzési törvény módosítások értelmében idén szeptembertől átnevezik a szakközépiskolákat szakgimnáziumokká. Nem csupán egy megtévesztő névváltoztatásról van szó, hanem a napokban nyilvánosságra került kerettanterv koncepciók szerint meg is reformálják a szakközépiskolákat. A tervek szerint jelentősen átalakulna a szakközépiskolai tananyag. Jövőre olyan osztályok indulnának, akik az eddigiekhez képest sokkal több szakmai ismeretet, de jóval kevesebb közismereti tárgyat tanulnának, mint eddig. A Szalay utcában megint kitalálták a tutit, megmondják, hogy például földrajzot csak azt tanuljon, aki földmérő lesz, fizikát azt tanuljon, aki gépész, biológiát, aki erdész, kémiát pedig csak az, aki vegyész. Mindenki is tanuljon, mindenki mindenfélét, és ez a sok felesleges tantár csak hátráltatja a diákokat, mondja a Fidesz-KDNP. Tovább tanulás, szakmaváltás, pályamódosítás, alapvető műveltség megszerzése ugyan már. A módosítás iránya beilleszkedik a kormány eddigi politikájába, amely szakképzés lezüllesztését a gazdasági érdekeknek való kiszolgáltatása célozza. Nem előzmény nélküli mindez. A szakiskolákban már az előző ciklusban gyakorlatilag száműzték a közismereti tárgyakat, alig adva esélyt a diákoknak az érettségi megszerzésére vagy a továbbtanulásra. Tisztelt államtitkár úr! A szakközépiskolák tantervének beszűkítése élesen megmutatja a kormányzat oktatáspolitikája és az LMP elképzelése közti különbséget. A kormány azt akarja, hogy a gazdaság érdekeltségei olcsó munkaerőhöz jussanak, tanulják meg a szakmát valahogy, a többi nem számít. Menjenek robotolni az összeszerelő üzemekbe, dolgozzanak minimálbéren valamelyik gyárban a szalag mellett. A lehet más a politika ezzel szemben az egész gazdaság és a társadalom érdekeit képviseli. Szerintünk olyan szakképzésre van szükség, amely nem száműzi a közismereti tárgyakat, vagyis az alapvető civilizációs ismereteket, amely nem mellőzi a mindennapos boldoguláshoz, a 21. századhoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztését, vagy akár a nyelvtanulást. Az LMP olyan szakképzést akar, amely ugródeszkát jelent a felsőoktatásba, dobbantót a szakmaváltáshoz, lehetőséget annak, aki pályát akar módosítani. A változó világ változó igényeikhez kell felkészíteni a fiatalokat, különben még többen fognak elmenni ebből az országból, mint ahányan most elmennek. Tisztelt államtitkár úr, miért akarják leszűkíteni a szakképzést a szakismereti tárgyakra? Meddig fogják még a szűk gazdasági érdekeket és az oligarchákat szolgálni? Mikor veszik észre, hogy a 21. század a tudásgazdaság igényeit kell, hogy kiszolgálja? Válaszát előre köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az interpellációra Cseresnyi és Péter államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr, abban egyetérthetünk, hogy a változó világ változó elvárásaihoz kell igazítani a szakképzés, és pontosan ezt tesszük. Sajnálom, hogy nem tanulmányoztak megfelelő módon, hogy hogyan alakul át a szakképzés, hisz minden egyes pontja, minden egyes változás abba az irányba mutat, hogy a munkaerőpiac által kívánt, jól képzett szakmáját jól gyakorló és mélyen ismerő szakemberek kerüljenek ki a munkaerő világába, a munkaerő piacra. Ennek érdekében a magyar kormány 2010 óta folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a szakképzés területére, és az elmúlt években jelentős, láthatóan eredményes tevékenységet végzett a szakképzési rendszer átalakításában. Az elmúlt évben a kormány által elfogadott szakképzés a gazdaság szolgálatában című koncepcióban megfogalmazottak alapján megtörtént törvénymódosítások irányai mentén az elmúlt időszakban is már jelentős lépések történtek. Ennek keretében, mint az interpellációjában képviselő úr jelezte, és jól, hogy 2016-17-es tanévtől 2016 szeptemberétől pontosan az új képzési struktúra részeként felmenő rendszerben elindulnak a szakgimnáziumi képzések. A szeptembertől bekövetkező változás nem egyszerűen névváltozás jelent, hanem a képzési szerkezet átalakítását is, amely a 21. századhoz szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését és nagyon-nagyon fontos információt,
matematika és nyelvtanulási igények kielégítését szolgálják. A szakgimnáziumi képzésben tervezett új közismereti képzési struktúra a korábbiaknál több lehetőséget biztosít a nyelvi, a pénzügyi vállalkozói és informatikai ismeretek, valamint a szakmai többlettudás megszerzésére, hiszen az átalakulás eredményeként a szakgimnáziumban tanulmányaikat megkezdők az érettségi keretében már szakképesítést is szereznek majd. A jelzett változás azonban nem érinti a kötelező érettségi vizsgatantárgyak órakereteit, szeretném hangsúlyozni, amelyek így változatlanok maradnak, továbbá az új kerettantervi tervezet azt is biztosítja, hogy a gimnáziumi képzésben tanulóknak egy, a választott szakirányhoz kapcsolódó természettudományos tantárgy esetén akár emelt szinten is az érettségire történő felkészülése biztosított lesz. Ez a képzési szerkezet a szakgimnázium alapcéljához igazodóan az érettségire épülő technikus szakképesítés megszerzéséhez és a szakirányú felsőoktatási továbblépéshez is segítséget nyújt, tehát nem igaz az, hogy zárt ez a rendszer, tovább lehet tanulni felsőoktatásba is. Segíti ez a rendszer ezt, de nem teszi lehetetlenné más irányú továbbtanulási pályák elérését sem. A szakgimnáziumi tanuló az érettségit követően a gimnáziumban végzett társához hasonlóan bármelyik ágazatban tovább tanulhat a szakképzésben, és két év alatt bármelyik iskolai rendszerben oktatott szakképesítést szerezhet, tehát ha nem a szakképesítésének, a szakgimnáziumban végzett tananyag alapján szerzett szakképesítésnek megfelelően szakmát akar szerezni, akkor két évet kell tanulni. Ha egyébként a szaki gimnáziumban szerzett tudását akarja kamatoztatni, akkor egy év képzéssel már megszerezheti a szakmáját, és technikusi végzettséget is szerezhet. A felsőoktatás irányába tovább lépni nem kívánni szakgimnázium tanulatát 5 éves képzést követően két szakképesítéssel, technikusi végzettséggel és az érettségi keretében megszerzett szakképesítéssel, a gyakorlat orientált tudás biztosító duális képzés nyújtotta előnyökkel, valamint a megemelt nyelvi óráink biztosította stabilabb nyelvtudással, széleskörű, megalapozott a 21. században szükséges tudással léphet ki a piacra. Azt hiszem, az az aggodalom, az az aggódás, amit ön megfogalmazott interpellációba nem állja meg a helyét, ezért kérem, hogy válaszomat fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, kérdezem képviselőt, elfogadja a választ. Köszönöm elnök úr a szót. Arra szeretném, tehát mindenképpen örömmel hallom azt, hogyha jól értelmezem államtitkár úr szavait, hogy nem fog csökkenni a közismereti tárgyaknak az óraszáma. Látjuk majd, hogyha pontosan ez megjelenik, nyilvánvalóan eddig sajtói információkra alapoztunk. Viszont ami miatt nem tudom elfogadni államtitkár úr a válaszát, az az alapvető különbség, amivel a szakképzésről önök tekintenek. Csak hogy néhány úgy szót kiemeljek ebből, vagy néhány szó összefüggést, amit használ a gazdaság szolgálatában, vagy a munkaerőpiac által kívánt. Azt gondoljuk, hogy egy 21. században is nagyon fontos azt egyrészt látni, hogy nem fejen állnak a dolgok, tehát azt gondoljuk, hogy a gazdaság szolgálja az embert, és nem pedig az embereket kell úgy alakítani, hogy a gazdaságot szolgálják. Ez egy alapvető áttér. És másik arra, hogy felhívnám államtitkár úr figyelmét, hogy Nyugat-Európában, nálunk sokkal fejlettebb társadalmakban egy szakmunkás élettel legalább 6-szor képzi át magát. Minél szélesebb lehetőséget kell arra hagyni, hogy ezt meg tudja tenni, hogyha ezt leszűkítik, akkor nagyon kevés lehetősége lesz az elhelyezkedésre. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja azt. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 107 igen, 30 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.